A Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program támogatásával 2009 és 2011 között valósult meg a középkori templomok útja. Ez egy olyan útvonal, amely 33 kiemelkedő művészet, történeti és örökségturisztikai értéket jelentő középkori templomot köt össze a történelmi szatmár területén. A projekt eredményeként létrejött útvonal folytatása még a befejezés előtt 2010-ben merült fel, így újabb 32 templom került az útvonalhoz, ám már nem csak a magyar-román területekről, hanem Kárpátaljáról is. A projekt harmadik, 2012-ben indult ütemében pedig a közelmúltban több magyar és román templom látogatóbaráttá fejlesztése valósult meg már műemléki beavatkozásokat is tudtunk, tudunk a Magyar Román Program segítségével finanszírozni. Itt a projektpartner már a két református egyházmegye, a Debrecen, illetve a Nagyváradi Református Egyházmegye és a szabolcs beregmegyei megyei fejlesztési ügynösség. Így önálló lábra állt ez a projekt, és reméljük, hogy a későbbiekben is folytatódik, hiszen abban dolgozunk, és benne van a tematikus szélkítőzések között, hogy 2014 és 2020 között is a Magyar-Román Együttműködési Programban ilyen beavatkozásokat, ilyen, ilyen, terveket lehessen finanszírozni. Ennek a projektnek az keretében másfél millió euró, ez a mai több mint 450 millió forintot jelent, 18 református, többnyire református műemléktemplom újult meg a határ romániai, illetve magyar oldalán. A jelentős örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztésnek köszönhetően 11 szabolcs már Bereg és 7 parciumi templom újult meg.